A telefonvonalban Néder Panni rendező, akinek a neve most egyre többször elhangzott az elmúlt napokban, Eszenyi Enikő igazgatóvá választásának okán, illetve ugye azért, mert hogy azon kevesek közé tartozott, akik nem csak megírták, el is mondták. A tegnap előtti Facebook oldalon találtam egy videót, amiben egész pontosan elmondtad, hogy mi is történt annak idején, amikor a Vix Színházban a Ula Maszathegyen című darabot egészen fiatal kezdőrendezőként rendezte, és amikor Eszenyi Enikő, ahogy fogalmaztak többen is, agresszíven, lelki abúzust végrehajtva kezelte azokat, akikkel nem értett egyet. A reakciókat nyilván ismeri Néder Panni, mert hogy Eszenyi Enikő többen is megkérdezték már erről, itt a Klubrádióban is elhangzott egy beszélgetés vele. Ő elhárítja ezeket a vádakat. Vajon mire alapozhatja, mit gondol? Most felszólította őt személyesen is, hogy válaszoljon azokra a konkrétumokra, amelyeket felsorolt. Igen, hát sőt még az is ennyi kifejezés számomra, hogy ő elhárítja ezeket a vádakat, mert hogy nem tárfolja meg őket konkrétan, az mondjuk egy hatalmas hazugság is lenne, hanem egyszerűen semmibe veszi őket, és én pont ezért vettem fel neki ezt a videóüzenetet. Spontán felindulásból létrehozott videóüzenet már pár órával a megosztása után, vagy mondjuk fél nappal a megosztása után 10 000-es nézettséget mutatott a magáénak, és mert számomra nagyon fontos volt, hogy konkrétan belemenjek ezekbe a kérdésekbe, mivel én nem lepődtem meg azon, hogy az Enikő így reagált az ATV-ben, hiszen mindig így szokott. Viszont számomra ez egy hatalmas probléma, és gondoltam, hogy a magam módján konfrontálom ezzel, és egyenesen felteszem neki újra ezeket a kérdéseket, illetve górcső alá veszem a válaszait, mert hogy mindent kikerül. Vel nem mindenki látta, vagy sokan nem láthatták ezt a közzétett, őszinte kérdéseket felvető videót. Megtenné-e, hogy felsorol esetleg pontokba szedve néhányat a legfontosabb érvek közül, amelyek azt támasztják alá, hogy Eszenyi Enikő hát nem igazán alkalmas színházi igazgató, mert hogy hosszú éveken keresztül ez valahogy nem derült ki. Most mi miatt sikerült ezeket így összesíteni? Számomra az egyik legfontosabb, amit elmondok a videó elején. Amit ő egyébként nehezményez ebben a bizonyos ATV-s interjúban, hogy hát ez furcsa, hogy pont a szakmai bizottsági meghallgatás előtt egy nappal jött ki, és erre nagyon fontosnak tartottam reagálni. Én például a saját történetemet, mert ugye az egyik volt a Maszathegy 2010-ben, aztán volt vele még egy nagy csalódás történetem 2017-ben. Miután már bocsánatot kért az elsőért. Igen, pontosan, tehát 2016-ban ő nagyon-nagyon reflektáltan és mélyen bocsánatot kért tőlem. Mit kell azon érteni, hogy kegyetlenség, hogy lelki abúzus? Próbáljuk meg elképzelni egy ilyen próba folyamatnak a hangulatát. Mert én is úgy gondolom sokakkal együtt, hogy bizonyára a színházban más a hang nem, mint egy általános munkahelyen, ahol természetes, hogy nem lehet ordítozni, és bárkit úgy irányítani, hogy ne emberi hangon szóljanak hozzá. De elképzelhetőnek tartom, hogy felfokozott lelki állapotban egy kicsit másként hangzanak a kvázi parancsszavak. De ez mit jelentett egészen pontosan? Nagyon relevánsnak tartom azt, amit most már elég részletesen többek közt Molnár Áron, Mészáros Máté, Hevér Gábor, illetve Telekes Péter is lenyilatkozott, mert ők nagyon mélyen mennek bele a történeteikbe. Amit ezek a férfiak most megosztottak a nyilvánossággal, felvállalva azt, hogy Enikő hogyan kritizálta akár a férfiasságukat, akár a színészetüket, akár a testüket. Tehát itt nagyon-nagyon személyeskedő dolgokat kell elképzelni, és velem kapcsolatban is. Ez nem pusztán arról szólt, hogy adott esetben mi véleménykülönbségen vagyunk, hanem nagyon alattomos módon, amikor az ember nap mint nap megéli azt, hogy akár apró rejtett fullánkok, akár ordibálás formájában, de igazából az ő személye, identitása és annak integritása ellen történnek ezek a támadások, amik bekúsznak a bőr alá, de ugye folyamatosan történnek. Ez egy nagyon-nagyon önbizalom romboló dolog. Tehát pont amit a fiúk is lenyilatkoztak, én is ugyanezt éltem meg, hogy teljesen elbizonytalanodtam magamban, emberként, rendezőként is folyamatos bűntudatom volt, és szégyeltem magam, és rossznak gondoltam magam, és én utána tényleg évekig küzdöttem még ezzel, hogy
hogyan szerezzem vissza a bizalmamat magamban. Tehát ezek nagyon-nagyon személyiségromboló dolgok, és mind szakmai, mind pedig emberi és lelki szinten. Eszenyi Enikő arra hivatkozott, hogy kiváló előadások jöttek létre, és jönnek létre azóta is teltházasak a Díszínház előadásai, és ez azt bizonyítja, hogy ő jól csinálja, amit csinál, mert ha nem jól csinálná, akkor bizonyára nem lenne ilyen sikeres a színház. Azt mivel lehet magyarázni, hogy mindannak ellenére, ami tényleg elhangzik, amit elmondanak, amit leírnak, nyilvánvalóan hiteles és szavahihető munkatársak, színészek, társrendezők, hogy annak ellenére mégis működik a Vígszínház. Egy olyan légkörben, ahol ilyen hang nem uralkodik, és ahol sárba tapossák az emberek önérzetét, ott hogy tudnak a színészek egyáltalán megfelelő módon jelen lenni a színpadon? Enikő fanatizmusát és elhivatottságát a saját színháza iránt senki nem kérdőjelezi meg. Hogy ő hogyan épített fel egy új arculatot, hogyan hívott oda remek embereket, hogyan találta ki a reklámot, ezen érdemeket szerintem senki nem vitatja el tőle. Az egy másik dolog, hogy kiknek a neveihez kötődnek a sikeres előadások, tehát nyilván nem csak az övéhez, illetve ebből a szempontból is Molnár Áron nyilatkozatát tartom relevánsnak, aki azt mondta, hogy magában az embert háttérbe szorította, és színészként funkcionált volt, mivel ott számos remek színész van, aki nagyon professzionális, csak hát közben lelkileg, mert ez a kiégés tönkre megy ebben az egészben. Viszont az, hogy neki ott este teljesítenie kell, sok száz vagy akár ezer pár száz ember előtt, ez helyeződött előtérbe a szakmaiság, úgyhogy én ezzel indokolnám ezt meg. Még egy kérdésem lenne, ami persze Néder Panni esetében nem releváns, de talán a többiekre vonatkozóan tud nekem választ adni, mert azt hiszem, hogy Néder Panni volt az egyetlen, aki megmert szólalni, egy idő után persze nem rögtön, amikor úgy érezte, hogy a becsületén és a lelkén nagyon súlyos csorba esett. De hogy miért bírják elviselni, vagy miért hagyják magukat földbe döngölni a többiek, ha ez tényleg így történik? Miért volt csönd? Számomra egy társadalmi, kulturális kérdés is. Pszichológiai függésbe is kerülnek az emberek, és tényleg egy Stockholm-szindrómát élnek meg, mivel Enikő természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan megalázza az embert. Ő nagyon-nagyon kedves is tud lenni. Támogató, nagyon fel tud emelni, és pont ez a diszonancia, ami a viselkedése kettőségéből fakad, hosszú távon pszichésen nagyon elbizonytalanító. Magyarországon az emberek szerintem alapvetően nem arra vannak edukálva, hogy érvényes az ő véleményük, akár egyéni szinten is felemelhetik a hangjukat. És pont a videóm kirakása után kaptam egyébként egy üzenetet egy Vígszínházbeli színésztől, aki ma is tagja a színháznak, aki pont erről számolt be, hogy nagyon-nagyon köszöni mind az én üzenetemet, mind az összes többi volt kollégája kiállását, és hogy ő folyamatosan szégyelli magát, amiatt, hogy kussol, és igazából nagyon-nagyon szeretne tenni valamit, de retteg, és közben folyamatosan ostorozza magát, hogy miért nem mer kilépni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex pszichológiai kérdés. Tehát nem véletlen, hogy akik most megszólalnak, azoknak a zöme már nincs ott a színházban. Eszenyi Enikő azt ígérte, hogy interjút fog adni a műsorunknak. Feltett neki jó néhány kérdést, és megkérte, hogy ezekre válaszoljon. Érkezett válasz bármelyikre, vagy jelzés arra, hogy ő látta ezt a videót? Nem, egyelőre nem érkezett. Hát abban biztos vagyok, hogy a videó jut hozzá. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogja, mivel azt hiszem, hogy a kérdéseim elég egyértelműek, konkrétak és fontosak, és már más emberek is feltették ezeket, de talán nem ennyire szembesítő formában. Nagyon szépen köszönöm Néder Panninak, és bízom benne, hogy talán a műsorunkon keresztül kap valami választ Eszenyi Enikőtől. Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra. Eszenyi Enikővel beszélgetek telefonon, tudom, hogy nagyon sokan keresik és keresték, sőt láttam jó néhány interjút is. Az első kérdésem, hogy láttad-e azt a videót, amelyet Néder Panni készített, és amelyben személyesen neked sok-sok kérdést föltesz? Nem láttam, csak tájékoztattak róla. Ha elmondták, akkor esetleg tudod is a válaszokat. Most olyan sok dolgom van a vészhelyzet kialakulása miatt, hogy vezetőként folyamatosan ezen az ügyön dolgozom kollégáimmal. Ma reggel is ugye a fővárosban kezdtünk, és innentől kezdve csak folyamatosan azon dolgozunk, hogy mind a nézőimnek, mind a kollégáimnak
ez a helyzet minél kedvezőbben tudjon alakulni. Hát ez nagyon jó lenni, ha sikerülne megvédeni azokat a szegény színészeket és társulati tagokat, munkatársakat, igen, akiknek most nehéz a helyzetük. De ha nem haragszol, akkor mégiscsak rátérnék azokra a kérdésekre, amelyek most azért sok mindenkit foglalkoztatnak, egészen függetlenül a koronavírustól. Néder Panni, mire utalhatott, nem csak ő, amikor azt mondták, hogy te verbálisan abuzáltad őket. Mit gondolsz, hogy mi lehetett a színházban, hogy ők utalnak? Mert biztos valami emléked van erről. Ez több mint 10 éve történt. Én ezeket a megjelent állításokat nem tudom értelmezni. Én úgy gondolom, hogy ez nem a nyilvánosságra tartozik. Én bármikor kész vagyok erről beszélgetni, ami a 10 évvel ezelőtt az előadás létrehozása közben történt. Ugye én jelzéseket kaptam az alkotóktól, és én a színház érdekében cselekedtem, és nem a Panni egy kezdő rendező volt, meghívtam, mert tehetségesnek gondolom, és segítettem az ő munkáját. Én nagyon sajnálom, ha ő ezt így értelmez. Úgy tudom, hogy bocsánatot is kértél tőle később, sőt visszahívtad a színházba. Tehát ő újra jött 2017-ben. Én nem így értelmezem. Külföldön voltunk egy színházi meghívásra, és úgy gondoltam, hogy újra lehetőséget adok neki. Ezzel is úgy kifejeztem, hogy én őt tehetségesnek tartom. Később nem tudtunk megállapodni a részletekben, ez nem ő ellene szólt, hanem egyszerűen csak megint a színház érdekében kellett döntenem. Néder Panni is említi, de hallhattuk első kézből Molnár Árontól, Mészáros Mátétól, Hevér Gábortól, hogy nem feltétlenül csak a rendezési utasításai voltak az ő számukra megalázóak, hanem a férfiasságukban, a személyiségükben, az érzelmeikben megaláztad őket. De mire gondolhattak, hogy mindannyian nagyon tehetséges emberek? Hát elmentek a színházból. Mit gondolsz te magad erről? Nem tudom az akkori instrukciómat visszaidézni, hiszen ez nagyon régen történt. Az biztos, hogy soha senkit személyemben megbántani nem bántottam meg, és nem is a jövőben sem szándékozom. Nem lehet-e, hogy valamit te és a színészek, akik így érezték, valamit másképpen láttok? Nem gondolkodtál-e azon, hogy például az, hogy most Börtök Enikő is bejelentette, sőt, Halász Judit is, hogy amennyiben te maradsz az igazgató, akkor ők elmennek a Víg Színházból, hogy mégiscsak van valami emögött. Lehet, hogy valamit nem veszel észre. Nem volt szándékomban megbántani senkit. Szintén nem láttam a Judittal és a Encivel való interjút, de más három kollégám egészen másképp értékelték ezt. Nem az ízlésemnek való, hogy egy világjárvány kellős közepén valakinek az a legfontosabb, hogy ne én legyek a Víg Színház vezetője. Ebben a helyzetben a járvánnyal szembeni védekezés a legfontosabb. Ebben teljesen igazad van, nem hiszem, hogy bárki ezt kétségbe vonja. Ez világos ebből a nyilatkozatokból, hogy sokaknak érdekében áll, hogy a Víg Színház társulatát ketté szakít. Miért? Az alkotó csapatot, ami az elmúlt évtizedben ilyen nagyszerű munkát végzett, folyamatosan teltházakkal, szeretnek bennünket a nézők, nagyszerű előadásaink vannak. Miért? Júli, én is ezt kérdezem, miért? Soha nem gondolod-e azt, hogy esetleg tényleg változtatnod kéne? Folyamatosan ezen gondolkodom, de hiszen közben nekem meg kell tennem a szükséges lépéseket. Ma tájékoztatott államtitkár úr reggel, utána az intézményvezetőket
behívták a fővárosi önkormányzathoz. Van dolgod elég, értem én ezt persze, most nem ezzel foglalkozol. Tegyük fel, hogy végül is lezajlanak itt a rémes dolgok, és túl leszünk rajta valamikor, bízunk benne mindannyian, és összeül a közgyűlés, és úgy döntenek, hogy Eszenyi Enikő marad az igazgató. Hogy fogsz te bemenni az első társulati ülésre, ahol tudod, hogy a jelenlévőknek egy nagyon nagy része ellenet szavazott? Ezt még nem tudjuk, hiszen akik a sajtóban nyilatkoztak, többségében nem a Víg Színház tagjai. Én folyamatosan javítani akarom a színházat, ezért pályázom. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy másokban keresed a hibát, ha nem haragszol, hogy ezt most így újságíróként és ennyire szubjektíven elmondtam. Én ilyen állítást nem tettem, nem vagyunk hibátlanok természetesen, de úgy érzem, hogy ez a mostani helyzet felvet bennem olyan kérdéseket, hogy miért nem szólt senki, hiszen én mindenkivel mindig nagyon szívesen mindennek megbeszélek. Azt mondja Néder Panni, hogy féltek. Mitől féltek? Tőled. Ma is féltek tőlem, miért? Hiszen bárki elém áll, bárki bármikor kérdéseket tehet föl nekem. Börcsök Enikő és Halász Judit akkor is ott voltak együtt, és nyugodtan megkérdezhettek volna. Mindenhol most már úgy szerződtetek, hogy nem csak én vagyok ott, hanem ott van egy harmadik ember is. Senki nem mondott semmit, hogy ez így nincsen rendben? Senki nem szólt erről, mert ha szól, akkor én azon vagyok, hogy mindent kijavítsunk. Most, hogy szóltak, most nem próbálod akkor ezt mégiscsak végig gondolni? Hát én ezt elmondtam, hogy nyitott az ajtóm, és bármikor bármiki megkereshet, és nyugodtan elmondhatja nekem a problémáit. Eszenyi Enikőnek nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek állok a rendelkezésére. Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.